Az elektromos hegedű megszületését a hangerő növekedése inspirálta. A Big Band korszak idején a hagyományos hegedűk a háttérbe szorultak, mivel a fúvós szekció és a dobok teljesen elnyomták őket. A hegedű kierősítése mindent megváltoztatott. A háttérből egy pillanat alatt visszakerült a középpontba. Az elektromos hegedűk formája igen változatos, mivel a hagyományostól eltérően itt nem a test erősíti fel a hangot. A mester a nyakkal kezdi meg a hangszer építését. Egy darab juharra felrajzolja a formáját. Ezután megrajzolja a tetőt. A hát mogyorófából készül, csak úgy, mint a gerinc. Ezek után a fűrészelés következik. Minél pontosabb a vágás, annál kevesebbet kell később csiszolni. A tető és a nyak méretei megegyeznek a hagyományos hegedű paramétereivel, hogy a zenészeknek ugyanúgy kézre essen. A hátnak egyedi formája van. A hangoló fej is egyszerűbb, és hiányzik róla a díszes csiga is. A mester a következő lépésben kifaragja a kulcsszekrény vájatát. A fej hátsó részébe párhuzamos mélyedéseket farag, ezzel is fokozva a modern külsőt. A fát megfelelő vastagságúra ráspolyozza. Majd a fejen kifúrja a négy kulcs helyét. Miután a mester még egy kicsit igazít a fejen, egy kaparó segítségével végleges formájára alakítja a nyakat. A kulcsok helyét egy szerszámmal megigazítja. Az ébenfa kulcsok ugyanolyan szögben vékonyodnak, mint a szerszám, így pontosan illeszkednek a lyukakba. Ezután méréssel ellenőrzi a végeredményt. A nyakakra faragasztót ken, majd ráhelyezi az ébenfa fogólapot. Amíg száradnak, a két fadarabot egy nyers gumival fogja össze. A tetőbe két lyukat fúr a csavaroknak, majd ennek megfelelően a többi elemet is kifúrja. Csiszológéppel elsimítja a gerinc éleit. A hát alsó részének élét egy nagy sebességű maró alakítja ki. Fa ezután pácot kap. Az élénk színek jól illenek ezekhez a hangos hangszerekhez. A lábba egy érzékelőt ragasztottak, ami a húrok mozgását árammá alakítja, amit aztán az erősítők hangá alakítanak. A lábtól érkező kábel belemegy a gerincbe, majd helyére kerül a hát. A tetőre egy ébenfa áltámasz is kerül. A következő lépésben a nyakat ráhelyezik a testre. Az ébenfa húrtartót egy hurok tartja a helyén. A mester behúzza az első húrt. Amikor feszül a húr, felállítja a lábat, amit pusztán a húrok tartanak majd a helyén. Most már csak rá kell kötni a hegedűt az erősítőre, és jöhet, ami a csövön kifér.